Az életkorhoz kötött szűrővizsgálatokat 1, 3 és 6 hónapos korban végzik, valamint 6 éves korig minden évben egyszer kötelező elvinni a gyermeket az orvoshoz, akkor is, ha nem beteg. Hogyha a szülő valami kényszer diétára kötelezi a gyereket, és ez tudomásunkra jut, akkor ugyanez a törvényi lehetősége van, akár a gyerekorvosnak, akár a védőnőnek. Dr. Matán Eszter háziorvos azt mondja, a gyermekvédelmi szolgálatnak ezentúl nagyobb lesz a hatásköre, aminek elsősorban az a célja, hogy a szülők felelőtlensége ne menjen a gyermek egészségének rovására. Korábban óvodai szűrővizsgálatok voltak, amikor is az óvodában vizsgáltuk meg a gyerekeket, ez megszűnt, és ahhoz, hogy a gyerek fejlődését, akár a testi, a lelki, az érzékszervi, a mozgás fejlődését figyelemmel tudjuk követni, igenis szükség van arra, hogy bizonyos életkorokban szűrővizsgálatokat végezzünk el. A szakemberek azt remélik, hogy a jogszabályi szigorítással elkerülhető lesz a fényevő perként ismert ügyhöz hasonló tragédia, amikor is egy agárdi házaspár gyakorlatilag halálra éheztette gyermekét. A kisfiú másfél éves korában csupán 4,5 kg-ot nyomott, és sajnos nem ez volt az egyetlen ilyen eset. Napjainkban is találkozunk olyan akár csecsemőtáplálással, akár gondozással, ami nem igazán a 21. század tudományos követelményeinek felel meg, hanem valami más forrásból szerez anyuka információt, és sajnos ezzel nagyon sok küzdelem van, mire meggyőzök a szülőt, hogy valamit nem jól csinál. A jogszabály szerint, ha a szülő nem jelenik meg a kötelező ellenőrzésen, akkor az orvosnak vagy a védőnőnek ezt jeleznie kell a gyerekjóléti szolgálat felé. A mulasztás pedig szankcióval jár, például a családi pótlék megvonásával, vagy súlyosabb esetben akár el is vehetik a gyermeket a családtól.